Idén, február 4-én lett volna 90 éves Grosics Gyula. Az évforduló alkalmából együttműködési szerződést írt alá az Aranycsapat kapusáról elnevezett általános iskola és a Grosics Gyula kapusiskola. A megállapodásnak köszönhetően most már nem csak a Reac pályán, hanem Újbudán is edzhetnek majd a jövő fekete párducai. Így vannak bolyak, és akkor megfogunk egyet, és vetődünk. Gyere, Ágoston! Meg kell fogni egy bolyát, és felmagas lövé. Na most lássuk, hogy vetőd! Ezek a kapuspalánták több mint egy hónapja vetődnek az újbudai Grosics Gyula általános iskola műfüves pályáján. Annak köszönhetően, hogy február elején az Aranycsapat kapusának 90. születésnapja alkalmából megrendezett ünnepségen a Grosics Gyula kapusiskola együttműködési szerződést kötött az iskolával. Így a 15. kerületi Reac pályán másfél éve működő iskola mellett most már itt is egyéni képzésben részesülhetnek a kis tehetségek három korosztályban. 6 éves kortól 9 éves korig tartunk egy korcsoportnak, és 9 és 10 éves kortól egészen 13 éves korcsoportig, és onnantól pedig a 14-18 éves kor az már a felnőtt korcsoport. Élete utolsó hónapjait az iskola alapításának szentelte az Aranycsapat kapusa, Grosics Gyula és Veje Kis Tamás annak idején együtt ötlötték ki ezt a kapusiskolát. 2 évvel ezelőtt még, amikor kedves apósom Gyula bácsi élt, nagyon sokat beszélgettem vele, és igazából minden viseli az ő nevét, tehát már van általános iskola, van róla elnevezve már rendesen akadémia, futballstadion, egyedül amiben világhírű volt, az nincs elnevezve, és így jött ez az ötlet, hogy akkor nyissunk egy kapusiskolát. A Reac pályán 28 fiatal jár heti kétszer Gróf Attilához és Bauer Istvánéhoz, míg jelenleg az újbudai iskolában 7 gyermek tanulhat heti kétszer Angyal Tamástól és az MB2-es Budaörsnél védő Szentpéteri Viktortól. Elvégeztem én is a C-licenszet, ami az első lépcsőfok, és én is a fejemet arra adtam, hogy mivel ez az én szakmám, nem szeretnék annyira messze kerülni a sportáktól, és szerettem volna én is kipróbálni magamat, mint kapus edző. Leütöm, behúzom a térdem, és fölkelek, amit tudjátok, a vetődésnél tanultunk. Viktor és kollégája legkisebbekkel, az előkészítő korosztállyal játékosan ismertetik meg a futballt, de ugyanakkor olyan alapok átadására törekszenek, amire lehet később építeni. A 9 és 13 éves gyerekeknél a helyezkedéssel, a labdafogással és a lábmunkával való foglalkozás kap kiemelt szerepet. A 14-18 éves fiatalokkal a taktikai elemeket, a beadásokat, a kőkemény lövések hárítását gyakorolják. Próbálom minél több labdás gyakorlatot belevonni, amit láttátok, a bemelegítés is mind labdával zajlik, akár kézzel, akár lábbal is, amit nagy hiányosságnak tartok. Még felnőtt szinten is, hogy a kapusoknak most már lábbal is, jobbal, balal is nagyon jól kell bánni. Az iskolában főleg olyan kapusokat várnak, akiknek a klubjában nincs kapusedző. De fontos, hogy nem csak és kizárólag élsportolókat nevelnek, mindenki lehetőséget kap, aki csak szeretne. Aki nem szeretne élsportolni, de szeretné kipróbálni ezt a dolgot, ugyanúgy a tömegsport felé, az is nyugodtan kipróbálhatja. Az újbudai Grosics kapusiskola jelenlegi növendékei nem tömegsportban gondolkoznak. Szeretnék olyan kapus lenni, mint a Viktor, bekerülni egy jó csapatba. Én a Real Madridba akarok játszani kapusként. Én szeretnék a Spanyolországba kimenni, a Barcelonához. Én csak jó kapus akarok lenni. Magyar NB1, az is elég jó lenne. A gyerekek tisztában vannak vele, ki volt Grosics Gyula, és ismerik páratlanul sikeres labdarúgó kapus pályafutását. A szülők is segítenek ebben, de a kapusiskolában mindent megtesznek ezért. A szülő, aki tisztában van ezzel a névvel, és ők sokat segítenek, azért otthon elmondják, hogy azért ki volt. Tavaly volt egy kapustábor, ott például majdnem egy egész napot Gyula bácsival foglalkoztunk, és így próbáljuk azért felemlíteni azokat a dolgokat, hogy ő idejében mik voltak. Most például a Facebookra pont találtam a kedves feleségemmel egy kapusedzést, amit a Gyula bácsi vezényelt még 62-ből, úgyhogy most ezt is tesszük fel a honlapra, hogy milyen fajta edzéseket csinált meg tartott Gyula bácsi. A Grosics Gyula nevét viselő kapusiskola tanítványai büszkék arra, hogy ide járhatnak, az edzők pedig, hogy itt dolgozhatnak. És úgy érzik, a név kötelezi őket a legmagasabb szintű szakmai munkára. Ennek megfelelően tűzték ki céljaikat is. A legfőbb célunk az, hogy a budapesti régiót ezt teljes mértékben lefedjük. A Magyar Labdarúgó Szövetség napi munkájába segítenénk be, tehát amit ő meghatároz, hogy milyen kapusképzési rendszer lenne,
a megfelelő a gyerekek számára, mi ezt természetesen ebbe partnerek lennénk, ezt támogatnánk is. Továbbá szeretnék biztosítani a tanítványoknak, hogy hétfőtől péntekig délután 2-től este 8 óráig folyamatosan lehessenek edzések, amelyekre a klubedzésekkel egyeztetve interneten tudnának helyet foglalni a kis leendő fekete párducok. És mindezt azért, hogy céljaikat megvalósíthassák, és hogy példaképeik nyomába eredhessenek, akik nem akárkik. Julio Cezára a Benficába játszik. Nekem Grossi Gyula és Masból Neuer. Nekem Grossi Gyula. Nekem Grossi Gyula és Neuer. Nekem Király Gábor. Nekem Iker Casillas, mióta csak focizom.